Csíkbán falva a Fisák-patak völgyében fekvő Csíkszentgyörgy községhez tartozó falu Hargita megyében. Nem innen származik, de itt hozta létre laskagomba termesztő vállalkozását a Péter család. Mára ők lettek Erdély legnagyobb laskagomba termesztői, heti 12 tonna gombát értékesítenek az ország különböző üzletláncaiban, emellett heti egy alkalommal Németországba is szállítanak. A család legkisebb tagja, Hunor, szívesen tölti vakációját a vállalkozás csarnokaiban szüleivel, testvéreivel és az itt dolgozókkal. Azért szeretek itt lenni, hogy mert szépek a gombák, nagyok is, tudok segíteni. A vállalatot 2012-ben Péter Zsolt, az édesapa alapította. Kezdetben csiperkét, 2016-tól pedig kihasználva a piacirést, laskagombát termesztenek. Az alapító azt vallja, hogy az üzleti életben a kitartásnak van a legnagyobb szerepe. Élni akarás szülőföldön itthon. Soha életemben nem láttam abba se előnyt, se megélési lehetőséget abba, hogy elmenni innen az országból. Minden adott ahhoz, hogy ha valaki akar, akkor itt is meg tudjon élni. A legnagyobb gyerek, Előd, 19 éves volt, amikor elindult a cég. Neki sem fordult meg soha a fejében, hogy elhagyja szülőföldjét, vállalkozó édesapja példakép volt számára. Cégük ma 14 embert foglalkoztat, így igazi családias hangulatban dolgoznak. Én egy olyan családban nőttem fel, ahol édesapám vállalkozó volt. És mindig olyan nagy örömmel mentem vele, hogyha elvitt egy üzleti útra, imádtam ezt a légkört, és imádtam azt, ahogy megoldja a dolgokat, ahogy beszél, hogy hát kisgyerekként ez egy izgalmasnak tűnt számomra. És az iskolával, ahogy végeztem, hát még mindig, ha feltették volna a kérdés, hogy mi szeretnél lenni, akkor ugyanazt tudtam volna elmondani, mondjuk, mint első osztályban, hogy vállalkozó akarok lenni. Ma Előd a vállalat technológiai felelőse. S bár a termesztőhelyiségek automatizáltak, mégis mindenen rajta kell legyen a szeme, hiszen a család nem annyira a mennyiségre, mint inkább a minőségre helyezi a hangsúlyt. A korántsem egyszerű termesztési folyamatba nem csúszhatnak hibák. A melegítés elsősorban, ha túl melegedik, ha kevésbé melegedik fel, hogyha kevés friss levegőt kap, tehát hogyha megfullad a komposzt, esetleg túl sok a pára, túl kevés a pára. Majd későbbiekben a gomba szempontjából a levegőztetés, az oxigén és a fény hiánya. A kezdeti nehézségek után anyaországi kapcsolatoknak köszönhetően a komposzt beszerzése ma már nem jelent gondot a családnak. Tulajdonképpen kettő komposztjárva Magyarországon, ahonnan tudunk szállítani. Segítenek abba, hogy fejlődni tudjunk, úgy információ, technológia, komposzt. Tehát ez mind összetevője annak, hogy lépésről lépésre tudjál fejlődni. A szedhető gombákkal most a család nőtagjai dolgoznak. Az alapító lánya 2014-ben csatlakozott a céghez. Az ő munkája a szedés, a csomagolás. Nem mindegy, hogy hogyan szedjük le a gombát. Nem szedhetem túl korán, sem túl későn nem növelhetem el a gombát, mert ez mennyiségi és minőségi problémát is okozhat, akár 5% veszteséget is okozhat. A Csíkbán falvi cég esetében valóban igaz a szólás, hogy apait, anyait beleadnak, hogy jól menjenek a dolgok, hiszen ez minden családtagnak és alkalmazottnak is érdeke. Mindig pozitív visszajelzéseket kapunk az emberektől, a cégektől, mindenhonnan. És ha már ennyi sokat dolgozunk vele, akkor örülünk annak, hogy mindig a jót halljuk vissza. A családi vállalkozásban most 3600 négyzetméteren termesztik a gombát, és a jövőben még bővíteni szeretnék a cég kapacitását. Azt sem tartják kizártnak, hogy a piaci igények felmérését követően a már megszerzett tapasztalatokkal más gombafajták termesztésébe is belevágnak.